Köszöntöm a nézőket! Ez itt az Index Kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mai meghívott vendégünk Tordai Bence a párbeszéd elnökség tagja. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, napot kívánok, sziasztok! Kezdjük azzal, hogy 850 ezernél is többen vettek részt az előválasztás első és második fordulójában. Hogyan kommentálja ezt az eredményt? Hát mi imádtuk ezt az egészet, nyilván nagyon sok munka volt vele, de az a koncepció, amit Karácsony Gergelyjel elkezdtünk már népszerűsíteni 2013-ban, és aztán a 18-as választás előtt is, az most végre megmutatta az erejét. Tehát az, amit reméltünk tőle, azt még túl is teljesítette. Az, hogy ilyen mennyiségben mozgatott meg embereket, vont be állampolgárokat a döntéshozatalba, szerintem tényleg minden várakozást felülmúlt, és nagyon komoly erőpróbája volt logisztikai értelemben a pártok együttműködésének és a civilek segítő munkájának. És ezt az akadályt is némi időt után, de, de szépen megugrattuk. Úgyhogy én ennél, ennél elégedettebb nem sokkal lehetnék. Nyilván politikai értelemben még igen, de az egy másik történet. Hét ö, olyan mandátumot sikerült elhozni, ami dedikáltan párbeszédes jelölthöz kapcsolódik. Ezt olyan kommentálja? Hát valóban, ö, tulajdonképpen tízből hét jelöltünk győzelmet aratott, bár azért, ha nem is mindegyik volt echte párbeszédes, például Márki Zaj Péter is párbeszéd kvótán a mi frakciónkba beülve vagy így tervezve legalábbis indult neki egyéni jelöltként az előválasztásnak. Azért őt nem sorolnám a klasszikus zöld baloldai jelöltek közé. Fogunk Én... is majd erről beszélni azt gondolom, hogy, hogy, a párbeszéd most meg tudta mutatni az erejét, tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy sosem méretjük meg magunkat önállóan, hát most meg, megmérettük magunkat, és az esetek kétharmadában győztesen kerültünk ki ezekből a versenyfutásokból nagyobb pártok jelöltjeivel szemben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy fényes bizonyíték annak, hogy, hogy van igény arra a zöld baloldali politikára, amit a párbeszéd képvisel. Sőt, szerintem lenne sokkal több helyen is igény, de Sajnos kicsit kevés volt a jelöltünk, nyilván uh, relatíve kisebb pártként, azért egy fókuszált kampányt kellett folytatnunk. Párbeszédben körülbelül mennyi ember vett részt az előválasztásnak a működtetésében, a különböző szavazók aktivizálásában? Hát az biztos, hogy több száz ember, és uh, volt az első forduló után olyan, turnus a szavazatszámlálásnál, amikor mi delegáltuk a legtöbb embert, akkor egyszerre 80 párbeszédes számolt, és ott voltunk az összes sátorban, nyilván nem csak ott, ahol jelöltünk volt, hanem ezen kívül, ahol még lehetett abban a másik közel száz körzetben is. Én nyilván a saját kampányomat láttam tisztában, jobban Budapest 4-es választókerületében, Budán második, harmadik kerületben. Ott hát több mint 300 ember volt, aki, aki regisztrált aktivistának, és nagyjából a fele ezeknek az embereknek ténylegesen effektív munkával részt vett a, a mozgósításban, az ajánlásgyűjtésben, a szavazás lebonyolításánál, és a többiek is nyilván megtették, amit lehetett, vitték a jó hírünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a várakozáson felül hoztunk ebben is, hogy hány embert tudunk megmozgatni a helyi hálózatokon keresztül. Ezek parlamenti mandátumra válthatóak 2022-ben? Olyan választókörzetekben győztek, ahol bíznak abban, hogy végül majd 22-ben is győzelmet fognak aratni? Minden elemzés, amit olvastam, azt írt, hogy ilyen szempontból mi állunk a legjobban, tehát a hat győztes körzetből ötöt Tuti mandátumra válthatónak ítélnek egy, egyöntetően az elemzők. A hatodik körzetünk, ahol egy kicsit komolyabb munkára van szükség, vagy még keményebb melót kell beletenni, az Peshmer 10-es a, a Gérmihály nyert, de én azt gondolom, hogy a 2018-as 51% körül Fidesz eredmény se olyan, amit ne lehetne szorgos munkával átfordítani, úgyhogy mi arra készülünk, hogy 6-ból 6, 6 behúzunk jövő tavasszal, és ezzel segítjük a kormányváltást. A sikerek és a győzelmek mellett azért bukások, vagy hát negatívumok ok is érték azért a párbeszédet. Karácsony Gergely végül visszalépett Márkizai Péter javára. Önt meglepte Karácsony Gergely döntése? <höhem> Ha őszinte akarok lenni, akkor nem igazán lepett meg. Az utolsó egy-két napban én is éreztem, hogy ez, ez már benne van a pakliban. Sose tudjuk meg egyébként, mi lett volna, ha állva marad, és ráteszünk még egy kis kakót, és a második fordulóban mindenki az érzelmei és a, a racionális meggyőződése szerint szavaz. De minden esetre Gergő, aki legalább annyira maradt elemző, mint amennyire politikussá vált, ő, ő megérezte talán mindenkinek korábban azt a trendet, amit egyszerűen tényleg nem láttak jönni, talán a Márkizai kampányon kívül sehol, hogy hogy most egy olyan új választói lendület alakult ki Márkizai Péter körül, mögött, aminek, aminek nem nehéz lett volna ellentartani. És tulajdonképpen nem is akart ellentartani, mert végső soron ő is mindannyian a párbeszédben legalábbis abból indultunk ki, hogy a 2022-es országgyűlési választást kell megnyerni, és ahhoz keressük a legjobb jelöltet. Tehát ha valaki ekkora plusz energiákat tud mozgósítani a kormányváltás ügye mellett az ellenzéki oldalon, akkor annak utat kell engedni, és azt kell támogatni. Úgyhogy Gerő erre a döntésre jutott, és szerintem ez, hogy félretette Egyrészt a személyes ambícióit, másrészt a mögött álló párt, pártok érdekét, mert mégis ki ne szeretne a kormányfőt támogató pártokhoz tartozni, az, az azt mutatja, hogy, hogy mennyire tényleg a, a nagy képet tartja mindig szem előtt, és mennyire alá tudja rendelni az egyen és párt érdekeket az összközösségi érdeknek. Okozott ez valamilyen feszültséget közté és az őt támogató pártok, akár a saját pártja párbeszében belül? Hát nyilván érzelmi feszültséget igen, tehát azért ez egy csalódás hiába látta be a végére mindenki racionális módon az ő igazát. Um, mi abban reménykedtünk éveken keresztül, hogy nem csak egyszerűen megszabadulunk az Orbán rezsimtől, hanem, hanem egy olyan országban fogunk élni, amit igazán szívünk szerint valónak tartunk. Azokat a zöld-baloldali elveket látnánk megvalósulni nyilván Karácsony Gergely kormányzása alatt, amiben mi igazán hiszünk. És, és ez egy hatalmas remény volt, és nagyon sokaknak adott nagyon sok energiát ahhoz, hogy, hogy ezt a kampányt toljam. És természetesen akik, akik szívüket, lelküket beletették, akkor is csalódtak, hogyha egyébként így hideg fejjel átgondolva beláttam Gergő igazát. Barabás Rihárt például a párbeszéd politikusai közül, amikor Karácsony Gergelyben jelentette a visszalépését, és arra kérte a támogatóit, hogy Márkizai Péterre szavazzanak, akkor Barabás Rihárd azt mondta, hogy ő Dobrev Klárát támogatja, mert miniszterelnök jelölt nélkül maradt ebben a versenyben. Az ilyen döntések, ezek később átbeszélésre kerültek? Természetesen sok négy szem és uh, testületi beszélgetés volt, de éppen azért, mert ennyire turbulens volt a politikai helyzet, és ennyire értető módon érzelmekkel is átitatott. nem örültünk Ricsi döntésének, és uh, nem is értettünk egyet vele így kollektíve, de, de nem is uh, indítottunk ellene nem tudom milyen eljárásokat, mert megértőnek kell lennünk a tekintetben, hogy egy kielezett helyzetet ki hogyan él meg, és amíg nem volt egységes pártálláspont ez ügyben, addig tulajdonképpen nem is várhattuk el, hogy mindenki igazodjon a még nem létező közös állásponthoz. Úgyhogy nyilván Karácsony Gergely egyrészt a párbeszéd társának, el, de itt most sokkal inkább három párt közös miniszterelnök jelöltjeként és jelöltként, tehát a végső felelősséget személyesen vállalva hozta meg ezt a döntést. Tehát ilyen értelemben ő se várta el, hogy a, a saját pártja akár azonnal és feltétel nélkül lekövesse őt ebben. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem megértőnek kell lennünk egymással egy ilyen helyzetben. Végül a párbeszéd hozott egy egységes állásfoglalás, bár kicsit nehezen volt értelmezhető, mert inkább arról szólt, hogy Márkizai Péter zöld programját, vagy zöld törekvéseit támogatják, sem mint hogy egyértelmű lett volna, hogy Márkizai Péter miniszterelnök jelöltségét, de mik azok a, a dolgok, amik meggyőzték önöket arról, hogy Márkizai Péternek van olyan zöld elköteleződése, ami egy, egy, olyan pár számára, mint a párbeszéd, ami dedikáltan egy ilyen zöld, vállaltan baloldali szervezet, az, az meggyőzte végül. Valóban egy nagyon delikát helyzetben voltunk, tehát a pártban sem volt teljes egyetértés, azt kár volna tagadni. És megkeresjük azokat az egyetértési pontokat, amiket viszont ki tudunk tenni a nyilvánosság elé. Voltak, akik aggódtak azért, hogy esetleg Márkizai Péter túlságosan piacpárti, piacbarát, ilyen leszéfer, liberális lenne és, és emiatt miatt ne venni elég komolyan a zöld kérdéseket, amik viszont nagyon komoly tervezési, szabályozási kérdéseket érintenek. És amikor a Greenpeace és a HMVG által szervezett vitát meghallgattuk, akkor megnyugvással tapasztaltuk, hogy alapvetően azok a pozíciók, amiket már Péter képvisel, azok számunkra zöld pártként elfogadhatóak, és ezért adtunk ki egy, egy erre fókuszáló támogató nyilatkozatot. Az, hogy végül Kizai Péter ilyen fölényesen nyerte meg az előválasztást, az személyesen önt vagy a párbeszédet meglepte? Nem igazán. Nyilván elég sokat foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és talán kiemelném Tóka Gábor munkásságát, aki talán egy százalék, másfél százalék hibával megjósolta a rendelkezés álló nagyon kevés adat alapján, inkább megbecsülte, hogy mi várható, és a mi benyomásaink is nagyjából egybevágtak ezzel. Különösen ugye mi Budán ezt nagyon jól láttuk, már az első fordulóban is, hogy ott a dk jelöltek nem szerepeltek olyan jól, a második fordulóban pedig teljesen átfordult, tehát hogy ott ilyen 75-25-80-20-as arányok voltak a mi környékünkön, és nagyon magas részvétel mellett, úgyhogy nem lepett meg egyáltalán ez a már-már fölcsúszom lesz győzelem minket. A ja, Márkizai Péterről azt tartották, hogy mivel egy vidéki polgármester, ezért véletlenül vidékről is tudja majd mobilizálni a szavazókat. Hogyan értékelték, amikor látták, hogy végül nem vidéken, hanem főleg a fővárosban volt erős Márkizai Péter? Ez Karácsony Gergely támogatásának volt részben köszönhető? Nyilván az is belejátszott, és ez egy paradox helyzet valóban, hogy a <coughs> nagyvárosi Belbudai jelölt hozza vidéken jobban a szavazatokat, de hát ez az előválasztás specifikumára vezethető vissza, hogy ott azért a részvételi adatok nagyon eltérőek voltak a nagyvárosokban és vidéken, különösen a második fordulóban vidéken a nagyon elkötelezett kemény magot sikerült csak sajnos megszólítani, mozgósítani, és, és Budapesten meg ilyen 20% körül részvétel voltak helyenként, úgyhogy um, inkább azt mondanám, hogy azok, akik jobban tájékozottak, érzékenyebbek a politikai trendekre, azok voltak valószínűleg nagyobb valószínűséggel már Péter szavazói, és, ez a, ez, a, jelenség talán a kis települési körzetekben kevésbé érvényesült. Viszont a szavazatszerző képessége középtávon, tehát jövő tavaszig biztos, hogy nagyobb egy vidéki polgármesternek, egy olyan konzervatív millióból érkező politikusnak, amilyen Márkizai Péter. A héten már elkezdődtek a pártelnöki találkozók, ugye Márközai Péter bevonásával. Ő ugye korábban hát egy specifikus helyzet volt, mert nem vett részt ezeken a találkozókon, hiszen az ő támogató mindenki Magyarországa mozgalom az ugye egy civil szervezet és nem egy párt. Most végül odaült az asztalhoz ő is. Például többek között olyan törekvése is voltak, hogy szeretné egy hetedik frakciót az őt támogató kisebb pártoknak és civileknek. Ebben a törekvésében a párbeszéd, vagy személyesen ön mondjuk milyen álláspontot képvisel, megérdemli azt, hogy a miniszterelnök, a közös miniszterelnök jelölt kapjon egy hetedik frakciót? Hát ha a politikában érdemek alapján dőlnének el a dolgok, akkor valószínűleg nem itt tartanánk de viccet félretéve, mi azt gondoljuk, hogy abszolút akceptálható ez az igény, tehát Márkizai Péter és a Mindenki Magyarország a mozgalom, illetve a hozzájuk kapcsolódó kisebb szervezetek, civilek, pártok olyan teljesítmény nyújtottak, ami, ami kiérdemelté tehet egy ilyen frakciót. Ráadásul az egyéni győztes jelöltek között sokan, vagy jó néhányan vannak azért olyanok, akik így vagy úgy kapcsolódnak, vagy szervezetileg, vagy eszmélek hozzájuk. Tehát én azt gondolom, hogy akár csak a befogadó nyilatkozatok újra gondolásával, közös megállapodás alapján akár össze is lehet rakni egy, egy MMM, vagy nem is tudom milyen néven nevezendő frakciót a, a lendő miniszterelnök jelölt, illetve a lendő miniszterelnök mögött. Um, mi a magunk részéről például azt tudjuk vállalni, hogy nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Márkizai Péter a párbeszéd frakcióba üljön be, hanem hogyha van egy szívének kedvesebb új frakció, akkor természetesen elengedjük őt. De ön szerint nehéz lenne mondjuk az együttműködés vele a parlamentben, független attól, hogy végül ugye megnyeri a választást is ő lesz a miniszterelnök, vagy csak mondjuk az ellenzék vezetőjeként fogulni ülni az országgyűlésben, hogy párbeszédes frakcióban van. Hát azért mégiscsak egy párbeszédes miniszterelnök jelöltet ütött ki a végén. Ja, ilyen tekintetben egyáltalán nem. Nyilván ideológiailag vannak közöttünk távolságok, de azt látom, hogy, hogy mindenkire jó hatással van, hogyha a zöld és szociális fordulat kérdésein töpreng, és Különböző politikai szocializációból jöve is, szerintem a célokban egészen könnyen egyetérthetünk. Már a kampányban is látszott, és különösen karácsony Gergely, e, melléállása után látszott, hogy Márkéz vagy Péter -e, e, pozíciói némiképp módosultak, sokkal inkább nyitott, a, a felé a, a jóléti politika, a szociális fordulat és a zöld forradalom e, ügye felé, amir, amire szerintünk mindenképpen szükség van a következő uh, kormányzati ciklusokban. Úgyhogy szerintem jót tenne neki, jót tenne az országnak is, de nem adok nagy esélyt arra, hogy a mi frakciónkban fog dolgozni a következő négy évben. Mikor állhat ön szerint össze a közös ellenzéki lista? Mikorra kell ezt szentesíteni? Nyilván jó lenne viszonylag gyorsan túl lenni rajta, de ennél fontosabb az, hogy, hogy, ne legyenek körülött olyan feszültségek, amik különösen a nyilvánosság előtt megjelennek. Tehát ha, ha minden jól megy, akkor ezt a, uh, zárt ajtók mögött, és néhány, néhány héten belül is le lehet akár tárgyalni. Most azért nagyon sürgős dolgaink vannak, tehát az október 23-ai közös ünneplés, végsősorban a közös kampány indító megszervezése, és, és, ezt követően már a programírásra való ráfordulás, illetve emellett nyilván tisztázandó a közös listának a mandátum eloszlása is. Milyen álláspontot képvisel? Ki, kinek kellene az első öt helyet elfoglalni a pártelnököknek, miniszterelnök jelölteknek, kik azok, akiknek ugye a szimbolikus első öt helyen szerepelniük kellene. Például ezt csak azért is kérdezem, mert Karácsony Gergely ugye jelezte, hogy ő főpolgármester kíván maradni, Doberev Kláráról még nem tudjuk egyelőre, hogy be szeretne ülni az országgyűlésben, de ugye ő európai parlamenti képviselő, az Európai Unió parlamentjének alelnöke, tehát van másfajta tisztsége is. Kérdés, hogy akkor kinek kell az első helyen szerepelnie? De Karácsony Gergely azt is jelezte, hogy részt fog venni ebben a kampányban, és tulajdonképpen párosban viszik ezt a kampányt, úgy, úgy tudjuk a legtöbb szavazót megmozdítani a kormányváltás ügye mellett. Úgyhogy ő ezt a vállalását nagyon komolyan gondolta, és a következő hat hónapban hiába főpolgármester fog dolgozni a közös országgyűlési választási kampányon is. Szerintem Dobrev Klárának is valami hasonló lehet a fejében, és az eddigi nyilatkozatok alapján ezt a szándékot vélem kiolvasni nála is, amit nagyon szerencsésnek is tartanék. Úgyhogy szerintem magától értetődő lenne, hogy a miniszterelnök jelöltek legyenek az első helyen, sőt tovább megyek a folytatásban pedig azoknak a pártoknak egy-egy emblematikus figurája következhetne, akiknek saját miniszterelnök jelöltjük nem volt. Gyurcsány Ferencnek például hol kell szerepelni ön szerint az ellenzéki listán? Hát ez szerint ugye az első ötben nem, azon felül meg majdnem mindegy, hiszen az első öt jelölt lesz majd a szavazólapon rajta, úgyhogy azt, azt nem tudjuk, nem is akarjuk eltagadni, hogy a hogy Ferenc az egyik ellenzéki pártnak a vezetője. Nyilván, hogyha helyet akar magának ezen a listán, akkor hely lesz ezen a listán, de, de az is biztos, hogy nem ő a, a szimbolikus alakja az együttműködésünknek, hanem a közös miniszterelnök jelölt, másodszorban a, a többi miniszterelnök jelölt jelölt. Um, az csak a Fidesznek az érdeke, hogy, hogy azt próbálja megjeleníteni, hogy mi mind Gyurcsány Ferenc köpenyegéből kandikálunk ki, hát ez nyilvánvalóan nonsens. De a demokratikus koalíciónak mégis nagy befolyása van ugye abban az értelemben is, ahogy a párbeszéd 7 vagy 6 egyéni győzelmet tudhat magáénak a demokratikus koalíció ugye 32 helyen győzött a, a 106 választókerületben. Tehát azért mégiscsak, hogyha minden e szerint alakulna, akkor neki lenne a legnagyobb parlamenti frakciója, akár ellenzékben, akár kormányon. Hát akkor folytassuk a sort, tehát hogy a, valóban a DK 32 egyéni körzetet nyert meg, a Jobbik 29-et, a Karácsony Gergely támogató pártok, tehát a párbeszéd ment az Övösp és a az LMP összeadva pedig szintén 29-et, úgyhogy ha valaki azt akarná elmesélni, hogy felborult a térkép, akkor azt nagyon nehéz lenne adatokkal igazolni. Sőt, ha azt nézzük, hogy a nyerhető körzetekben hogy néz ki az arány éppen azért, mert például a párbeszédesek erős körzeteket nyertek meg, még az is könnyen lehet, hogy a Karácsony Gergely mögött tömörülő zöld baloldali szövetség az lesz a legerősebb egy mérsékelt győzelem esetén, vagy olyan forgatókönyvvel persze nem számolunk, hogy vereséget szenvedne az ellenzék, de, de, ilyen esetben is azt látom, hogy, hogy nagyon kiegyensúlyozottak lesznek a frakciók közötti erő, erőviszonyok. Ha pedig nagyon sok billegő körzetet megnyerünk, akkor abban a Jobbiknak és a DK-nak több munkája nagyobb szerepe lesz, nyilván szintén a miniszterelnök előtt vezette közös kampány mellett de ilyen esetben meg megérdemlik, hogy néhány fővel nagyobb frakciójuk legyen, nem fogja senki elhúzni igazából a mérleget egyik irányba sem. Gyurcsány Ferenc egy nagyon kétértelmű üzenetet tartalmazó videót küldött Márkizai Péter győzelme után. Arról beszélt benne, hogy először a parlamenti többséget kell megszerezni, és aztán a többségnek kell majd a miniszterelnököt megválasztani ez értelmezhető úgy, hogy egy burkolt fenyegetés volt abban az értelemben, hogy előfordulhat, hogy a demokratikus koalíció végül nem fogja támogatni az előválasztáson megszavazott miniszterelnök jelöltet? Kizár dolognak tartom, tehát van köztünk egy élő érvényes és a nyilvánosság által is ismeretes szerződés arról, hogy közösen kampányunk, közösen fogunk dolgozni a következő kormányban, még akkor is, hogyha olyan fölös lesznek mandátumaink, hogy nincs minden frakcióra szükség ebben a következő kormányzati ciklusban, és, és ezt az elkötelezettségét a DK-nak sem kérdőjelezném meg, se én, de szerintem más sem tette. Beszéljünk még egy kicsit a 22 utáni időszakról, most tudom, hogy ez így fura, hogy behoztam ezt a kérdést, de hogy ugye sokáig lehetett a sajtóban találgatásokat olvasni arról, hogy abban a szenárióban, hogyha mondjuk Karácsony Gergely megnyert volna az ellenzéki előválasztás, ő lett volna a közös miniszterelnök jelölt, most független attól, hogy végül megnyerte el volna a rendes választás, vagy nem, de mégis az őt támogató három párt, az MSZP-nek, a párbeszédnek és az LNP-nek régóta van ügye egymással, és ugye létrehozott egy 99 nevű mozgalmat is, van-e olyan fajta törekvés, hogy ezek a pártok valamilyen fajta szorosabb együttműködést felvegyenek akár a választások után? Kell-e egységesíteni ezeket a zöld baloldali erőket? Ugye az Karácsony Gergely már korábban is lenyilatkozta, hogy szerintem Magyarországon nincs szükség és nem is kell két zöld pártra. Az biztos, hogy ez a négy szervezet, ez most négy külön entitás, a 99 mozgalom és a három párt, miközben beszélő viszonyban van persze egymással, és intenzív közös munka folyik sok tekintetben, de egyelőre külön párhuzamos utakon jár. Abban Gergőnek tökéletesen igaza van, hogy én legalábbis osztom ezt a véleményét, hogy középtávon az nem egy nagyon termékeny politika, hogy két zöld párt egyensúlyozotta a nem tudom, két-három százalékos támogatottsági szinten. Nekem erős meggyőződésem, hogyha van egy egységes zöld képviselet, akkor az Európa más országaihoz hasonlóan egy 10-15%-os társadalmi támogatottságot fel tud mutatni, igény tarthat erre, is, és ezen keresztül sokkal nagyobb erővel befolyásolhatja a magyar belpolitikát, kikényszerítheti azt az zöld forradalmat, ami egyszerűen vitális kérdés, tehát konkrétan a túlélésünk záloga, és ráadásul ezt a következő két kormányzati ciklusban kell nagyjából lebonyolítani. Úgyhogy uh, szerintem szerintem az egy történelmi felelősség, hogy, hogy egyesítsük a zöld erőket. Ilyen szempontból az is ez egy fontos üzenet integrációt is jelent? Szerintem igen, néhány éven belül ez, ez teljesen reális. Uh, az is fontos üzenet ilyen szempontból, hogy az Európai Zöld Párt idén, uh, évvégén, december elején Budapesten tartja a tanácsülését, tehát az Európa összezölt Pártja idejön, és ezt az eseményt az LMP és a párbeszéd közösen szervezi. Karácsony Gergely nyitja meg főpolgármesterként és a párbeszéd társánakként. Ne azt gondolom, hogy ezt a munkát el kell végeznünk. Nyilván vannak nehézségek szervezeti kérdésekben, de, de az biztos, hogy az hogy a jövő útja, hogy legyen egy erős, egységes. És értemszerűen a politikai paletta baloldalán álló zöld párt Magyarországon. Az, hogy Karácsony-Gergely végül nem fog beülni az országgyűlésbe, az lassíthatja ezt az integrációs folyamatot? Nem gondolom. Azért nem csak a parlament folyosói lehet tárgyalni és beszélgetni egymással, úgyhogy ez a legkevesebb neki dolga van a fővárosban, sőt, a fővárosban. Talán az eddigi éppen a miniszterelnök jelöltsége miatt is néha óvatos egyensúlyozó politikánál akár bátrabban is megmutathatja, hogy mit jelent az a zöld politika a gyakorlatban, ami, ami szerintem egyébként most már a fővárosban egy, egy többségi támogatottsággal bír. Tehát azok a nagyon buta autós pártnak gondol, de valójában ilyen félreértelmezett, rossz, populista támadások, amiket a Fidesz indított Karácsony Gergely ellen, azok a visszajukra sültek el. Tehát én, én nagyon sokat néztem nyilván a kampányban is egyébként is a közösségi média felületeit. Nem gondolja ma már csak egy kisebbsége a Budapesten élő embereknek, hogy a város életét az autós közlekedés köré kéne tervezni. Az élhető várost kéne megvalósítani, jó levegő minősége, jó közlekedési lehetőséggel, jó életminőséggel, és, és, ebben egy, egy bátor zöld politikának van kult szerepe, és amit meg lehet csinálni a fővárosban, azt nyilván meg lehet csinálni Magyarország minden egyes településén. Úgyhogy szerintem a következő időszak erről fog szólni, úgyhogy Karácsony Gergelynek nagyon fontos feladata van zöld szempontból is a főváros élén. Tordai Báncének a párbeszéd elnökségi tagjának köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. Ha szeretnének még ilyen tartalmakat látni, akkor mindenképp iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkolják be ezt a videót, a jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra!